Patkánnyal nem szabad megpróbálni megütközni a csatornában, mert ott ő van előnyben. Ki kell hozni a fényre. Nyilvánosság kell az alatt. Amiről itt fog ön beszélni, azt mondjuk a Fideszben esetleg nem fogják rossz néven venni. Hát azt nem mondom, mert ugye kritikáról fog beszélni. Kritizálni fogom azt, ami körülvesz bennünket földügyben, mert az a meglátásom, és a fórumokon is ezt visszaigazolták, hogy nem az történik földügyben, mint amit a kormányprogram, vagy amit a Nemzeti Vidékstratégia mond. Természetesen ebből a szempontból, a kormányprogram szempontjából kritizálom a helyzetet, meg a törvényeket. Aki a médiából próbálna tájékozódni erről a súlyos helyzetről, azt ki kell ábrándítsam, semmit nem tud erről a súlyos helyzetről. A média ugyanis azoknak a kezében van nagy rész, tisztelet annak a kevés kivételnek, aki mégis tudósít ezekről a sorskérdésekről, amiről beszélünk, akiknek nem érdeke, hogy az emberek szeme kinyíljon. Világok dőltek össze bennem is annak idején, mert mi nem ebbe állapodtunk meg, hogy így indulnak a dolgaink. Amikor engem 2010-ben szabad talán ezt a személyes dolgot idehozni, Orbán Viktor felcsútra hívott, és számomra meglepő módon fölkért, hogy vegyek részt a kormányában. Egy olyan programba állapodtunk meg, elhoztam. Itt van miniszterelnök úrnak a kézírásos rájegyzés, amit akkor adtam oda neki felcsútra. Magamnak írtam össze, mit is kéne tenni ezzel az országgal, hogy végre a vidéket talpra álljon, és városvidék újra összeépüljön. Nem a kortárssal állapodtam meg. Szeretném nagyon határozottan mondani. Tehát talán hihető, amikor azt mondom, hogy hittel hittem, hogy e felé az irány felé fogunk tartani. Döbbenet, amikor látja a konkrét lépéseket az ember, és összehasonlítja azzal, amiben megállapodtunk, ami a kormányprogramban van, amit a vidékstratégiában hirdettünk, meg a kommunikációval, összehasonlítja a tényeket. Döbbenetes a különbség a kettő között. Én kigyűjtöttem, hogy kik is rabolják meg ezt a közös kasszát. Hova kerül az agrártámogatások nagy része? Kik viszik el azt a pénzt, amit a közösség nem ezért adott össze, hogy ezek az urak ezt is elvigyék, azok után, hogy elvitték a szinte összes erőforrásunkat. Ha ezeket a cégeknek, ezeknek a cégeknek a támogatását összeadjuk, ez hat érdekeltség, a hat érdekeltség 13 milliárd 940 millió forintot vett ki egyetlen év alatt a közös agrárkasszából, mondjuk az egyszerűség kedvéért 14 milliárd forintot. Ugyanebből a kasszából, ugyanekkor a tanyafejlesztési programra, arra azokra a térségekre, ahol 300 ezer ember él, sok helyen nyomorúságos viszonyok között, és ők is magyarok, itt élnek velünk, összesen egy, azaz 1 milliárd forintot sikerült nagy harcok árán a költségvetésbe teremteni. 14-szer annyit kap a hat legnagyobb tőke érdekeltség Magyarországon, a közös agrárkasszából, a közpénzből, mint amennyit 300 ezer ember tanyán élő él Magyarországnak a közös kasszából. Nézzük, hogy kik ezek a játékosok. Első Csányi Sándor Bónafarm csoportja. Az úr érdekeltsége, bankár uram érdekeltsége 3 milliárd 969 millió forintot kapott a 2011-es agrárkasszában. Második Nyerges Zsolt, a szolnoki ügyvéd. A Simicska Nyerges érdekeltség, talán így azonosítható, Nyerges tagja mondjuk így. 3 milliárd 739 millió forinttal beírta ez az úr 2011-ben a közös agrárkasszából. Harmadik, és szeretném idehozni, ebben a támogatási rangsorban Leistinger Tamás forrás csoportja. 670 millió forintot kapott területalapon, beruházásra 2 milliárdot, 2 milliárd 676 millió. Azért is mondom a harmadikat különösen nagy hangsúllyal, mert ez egy egységes hálózat. Ezek a maffia családok látszólag kapcsolódnak politikai pártokhoz. Az az érzésem, hogy itt egy egységes, hogy mondjam, háttérhálózat van. Én ezt nemes egyszerűséggel talán, vagy egy kicsit durva volt a dolog, még államtitkár voltam, és éppen Szolnokon egy gazda összejövetelen azt találtam mondani, hogy ha a maffia hálózatról nem tudjuk leválasztani az agráriumot, nagy bajban leszünk. Láttuk hát a bajnai féle, a libatolvaj féle társaságot, ahol mumiák és nem tudom, szélhámosok gyülekezett az egész. Hogy lehetne elképzelni, hogy ezzel a mafiózóval bármilyen, hát van egy erkölcsi minimum, amit ha nem ugrik meg valaki, azzal nem érdemes szóba állni. Az én lelkiismeretem ameddig engedi, és amíg úgy látom, hogy módosítani tudok az irányon, és fordítani tudom a szekeret az eredeti néppárti irányba. Még úgy látja ebben a pillanatban? Hát az utolsó reménységeimnél tartok. A korrupciónak egy új szintje alakult ki
különösebben a régióban, az újonnan csatlakozott régióban, de egész Európára mondja ezt. Nem a nukiás dobozos fatengelyes módszer, hogy beviszem, odaadom, megkenem, viszi az aktát, intézi, ez egy lejárt lemez. Nem így kell csinálni. A nagyok beteszik az emberüket döntéshozó pozícióba. És annak az a dolga, hogy intézze az ügyeket. Ahol nagyobb kasszák vannak, ott nem csak az embere van bent, hanem biztonság kedvéért van egy tartótisztje is a döntéshozónak, aki viszi az utasítást és hozza az információkat. És vigyáz a kezére, jó helyen írja alá. Ha egy kormány alakításnál, mondjuk 70 főből áll egy kormány, miniszterek, államtitkárok, az a helyzet állna elő, hogy a 70 főből a miniszterelnök maga, aki a kormányt alakítja, 8-10 nevet nevezhet meg, a többit ezek a maffia családok nevezik meg, és amikor csere van, akkor látja is az ember, hogy a miniszterelnöknek biztos nem jutna eszébe, hogy épp azt nevezze oda ki, aki a bizottsági meghallgatásán szerencsétlen, semmi bajom vele emberileg, csak jelzem, hogy ez nem juthat eszébe a miniszterelnöknek, csak annak a maffia családnak, akinek az emberét cserélik a kormányban, aki azt volt szíves mondani, hogy a meghallgatásán, a miniszteri meghallgatásán úgy kezdte, hogy tisztelt bíróság. Ugye ez, hát volt némi bája a helyzetnek, mert ugye mondták aztán neki, hogy ez majd később jön. Mi is történik itt? A földbérletekről szeretnék először néhány dolgot elmondani. 2-7-es bírálati pont, ahol azt mondja, hogy az üzleti terv, mert kell egy üzleti tervet beadni a földbérletre pályázóknak, az üzleti terv gazdasági és szakmai megalapozottsága. De nincs egy sor se arról, hogy mitől lesz szakmailag megalapozott, vagy gazdaságilag. Egy sor nincs róla utasítás. Ez a gumifogalom, ez a szubjektív elem teszi ki a bírálati pontok 40%-át. A Nemzeti Földalap saját belső ellenőrző bizottsága, ami 11 oldalon keresztül sorolja azokat a problémákat, amiket itt a jelentésben sorba leírunk, egyenesen így fogalmaz. A nyertes pályázók, ezt az egy mondatot felolvasom, ez a belső jelentés. A nyertes pályázók minden vizsgált esetben a gazdálkodási tervre adott szubjektív pontok nagy különbségével nyertek. Itt kapta meg az utasítást a társaság, hogy kinek kell nyerni. És magyarázhatatlan, írja a jelentés egyébként, hogy szakmailag magyarázhatatlan, nem találnak rá magyarázatot, hogy miért az nyert, és miért nem az, aki utolsó lett ezen a pályázaton. Így lehet nyerni műkörmösnek, tetőfedőn átaratónak, és sorolhatnám, és építési vállalkozónak, és mindenféle egyébnek. Ön szerint meddig kritizálhatja még párton belülről a Fideszt? Én azt hiszem, hogy amíg én úgy döntök, hogy maradok a saját frakciómban, a kormánypárti frakcióban, addig ezt megtehetem. Az egy más kérdés, hogy jó lelkiismerettel meddig vállalhatok a dolgok. Azt hiszem, elég közel vagyok ahhoz, hogy a történések nem azt mutatják, mint amit megállapodtunk, és abban az esetben, hogyha ez jó lelkiismerettel nem vállalható, akkor természetesen nem fogom tovább vállalni a frakciótagságot, és abban az esetben a függetlenek között folytatom a parlamenti munkámat. Tehát ez csak az ön döntésén múlik, ha jól értem? Tehát az nem képzelhető, azt hogy nem esetleg tudom. Kizárják? Azt nem tudom, a másik, a frakcióvezetésnek, a pártvezetésnek a mérlegelését nem ismerem, én nem tartoztam a belső körökhez, most sem tartozom oda, tehát nem tudom, milyen mérlegelések zajlanak.